singing cause it's over. A videó elején annyit el szeretnék mondani, hogy a Daniel Huskin nevezetű játékos visszaadta azokat a mentőrulakat, melyekért 2000 bányászérmét fizettem, tehát újra megbízható, bízzatok meg benne ti is, és akkor járjatok szerencsével. Köszönöm. Sziasztok, én Huberis vagyok, és érkezett a Hunger Games sorozatom következő része. Gyorsan vásárolok egy délegyes kardot és egy aranaelmát, ezzel is megkönnyítve picit a játékunkat. És akkor szépen lootoljuk is a ládákat, keressünk egy kis szettet, most már van egy speedpotink is, ami egy pozitív így a játék kezdeténél, és akkor onnan felülről kellene pár ládát kinyitni, ha azt nem lehet, és akkor kövessük a játékosokat. Ahogy látom, itt spawnon van ugye még a legtöbb, még nem mentek el innen, bár már van pár játékos, aki elment. Akkor szépen felugnunk a fára, és követjük ezt a kezdő játékost, aki itt a fákon ugrálgat. Azt mondja, oké, és akkor visszamegyek szerintem spawnra, mert itt is vannak még azért játékosok, nem ment el mindenki. És akkor szerezünk egy kis szettet mondjuk ettől a csávótól is. Volna egy kis kaja, rendben, hát szett az nem olyan erős. Jaj, bocs, almával ütöttelek. Azt hittem, hogy meghalok. Tehát én ez jó PvP-s volt, én azt szűrtem le. Tehát gratulálok neki innen is. Rendben, és akkor mehetünk tovább keresni a játékosokat. Mondjuk induljunk el arra ment pár játékos, meg innen is látok egyet. Bár itt a fák között nagyon nehéz menni. Tehát innen kiszabadulni szinte lehetetlen. Ott egy játékos. Húhú, azt hittem. Azt hittem, wow, grat, jó voltál. Na, csak így most így a videó elején így körülbelül vagy 6 gyerekkel szembeszálltunk, vagy 5-tel, pontosan nem tudom. De tényleg most így folyamatosan kerestük a gyárkőcöket, és találtuk is őket, tehát itt voltak az erdőben. Gondolom a fa miatt nem tudtuk olyan gyorsan elmenni, meg a ládákat nyitogatták, stb. És hát ugye nem állt meg még a játék, hiszen még pár emberrel szembe kell találjuk magunkat, mert hogy 11-en vagyunk az arénában, a deep match pedig 3 játékosnál kezdődik. Király, van egy íjunk, és most már tudunk íjászni, és ott egy full vasszettes, hát nem tudom, hogy sikerül-e. Hú, hál' Istennek. Na, gyorsan akkor a melvértjét felveszem, a csizmáját és a sisakját, amivel szereztünk magunknak egy teljes szettet, plusz itt van speed és regeneráció, bár speedet már beittam többször is. Rendben, és akkor egy aranyalma, és mehetünk a harcban tovább, és kereshetjük a játékosokat. Ha itt volt ez a játékos, valószínű, hogy erre is jött több játékos is, valószínű, hogy nem csak ő jött erre felé egyedül, hanem hogyha voltak szövetségesei és elbarangoltak erre felé, akkor lenyomjuk vele a harcot. Valahova eldobta az Ender Pearl-t, ahogy látom, nem is ment el, vagy vissza Ender Pearl-ezött. Hát ez majdnem becsapott engem, de hál' Istennek nem sikerült neki. Hoppá, és akkor kezdődik a deep match. Ez most hova tűnt? Hova tűntél, haver? Hát de hol vagy? Már látom is Ramonát, és akkor szépen aranyalma, és go, mert a harc. Gyere, és akkor nyomjuk le, harcoljunk egyet, és kezdődik a deathmatch 3 játékosnál. GG, jó voltál, több aranyalmám nincs, de nem baj, van nálam. Ahogy láthatjátok, 4 darab gyémánt. Azt mondja, ahogy látom, 2 vagyunk itt, és pont sisakja van a gyereknek, akkor gyorsan el is készítem a csizmát. Rendben, aranyalmánk az nincsen, nem baj. Beiszom a speedpotit. Okés, és akkor lenyomom a harcot a gyerekkel. Ahogy látom, már ide is jött, közel hozzám.
és sikerült is, nagyon jó voltál, jól játszottál, haver. Én Huberix voltam, ha tetszett a videó, azt jelezd egy lájkkal. Sziasztok!